Na, nem tudok beszélni. Sziasztok, Matilda vagyok, és ma ezt a szépséget fogom kibontani. Nemrég voltam moziban egy filmen, amit már régóta megszerettem volna nézni, és most végre sikerült megnéznem, és nagyon jó volt, és nagyon tetszett. És én tudtam, hogy ez a film könyv alapján készült, és ezt a könyvet is már nagyon régóta el szeretném olvasni, és amint kijöttem a moziteremből, azonnal meg is rendeltem ezt a könyvet, és ez meg is érkezett, hogy most nagyon izgatott vagyok, hogy kibontsam a csomagot, mert igazából csak jövő hétre számítottam, hogy megérkezik, úgyhogy most lássuk is, hogy mi van ebben. Jó van, én is tudok ám könyvet kinyitni. Jó, legyen így van. Oké. Úristen! Na hát nézzük. Ugye a Book Depository az minden könyvcsomag mellé szokott küldeni egy könyvjelzőt. És most egy ilyet kaptam. Bár szerintem ilyen nem már van. Ez a 11. ebben a kollekcióban. Úristen, de gyönyörű! Ja igen, mielőtt megmutatom. Hát gondolkodtam rajta, hogy a puha kötéses, vagy a kemény fedeles verziót vegyem meg, és hát végül is arra jutottam, hogy egy kemény fedeles verziót veszek meg, ráadásul ez ilyen special edition. Nem sokkal több minden van benne, de azért ezt vettem meg, mert kb. 200 forinttal került többe, mint a sima kemény fedeles verzió, és annyira gyönyörű. Szóval ez a könyv nem más, mint a Simon és a Homo Sapiens Lobby. Tök fura így tapítása, mert ilyen nem is tudom. Ilyen rendes papírvédő borítója van. Na igen. Szóval így néz ki. Ilyen hátulról. Úristen, de gyönyörű vagy. A gerinc. Hogy van? Így van a gerince. És akkor itt van rajta a kis matrica, ami reklámozza a filmet. Na nézzük. A védőborító nélkül. Istenem. Hát ez így néz ki. Hát ez nagyon gyönyörű. Na, ebből a könyvből idén jelent meg a film, aminek, hát angolul az a címe, hogy Love, Simon, magyarul pedig valamiért Xi Simonnak fordították, pedig még a filmben is úgy mondják ki, hogy szeretettel Simon, tehát lényegében ez a film címe. Hát én azért is vártam nagyon izgatottan ezt a filmet, mert már az előzetes alapján is nagyon aranyosnak tűnt, és hát én ugye nagyon szeretek olvasni, meg szeretem a könyveket, de ezzel együtt nagyon szeretem a filmeket is, hogyha ez még nem tűnt volna föl abból, hogy rengeteg filmes témájú videót is készítettem már. És hát filmes műfajok közül az egyik kedvencem a romkom. És az összes olyan romantikus vígjáték, amit nagyon szeretek, az ilyen 2015-i, és mostanában nagyon nehéz jó romantikus vígjátékokat filmben találni, és ezért is örültem annyira, hogy ez a film, ez tényleg egy igazi, tipikus, romantikus komédia volt. Mindennel, ami kellett bele, semmiből nem volt túl sok, irtózatosan aranyos is volt, megható is volt, hát én így kicsit megkönnyeztem a filmet, nagyon-nagyon jó volt, és annyira jó volt nézni, meg az egész hangulata is, meg a képvilága, meg a zenéje is nagyon-nagyon jó volt. A film itt Magyarországon június 21-én premierel, de annak ellenére, hogy június 21-én lesz a premiere, Pesten már vannak mozik, ahol vetítik, és egy ilyen vetítésre mentem el én is, és így láthattam, és már nagyon izgatott voltam, és már nagyon vártam, hogy végre láthassam, mert március elején volt, azt hiszem, az amerikai premiere, és most annyira jó volt a film, hogy bár megfogadtam, hogy nem veszek több könyvet most egy ideig, ezt muszáj volt, tehát ezt a könyvet, ezt most muszáj volt megvennem, és most nagyon gyorsan ki kell olvasnom azt a könyvet, amit most olvasok, hogy végre ezt is elkezdhessem, de hát szerintem ez nem fog túl sokáig tartani. Hát, ugye ez ilyen speciális kiadásnak van mondva, ez abban merül ki, hogy vannak benne plusz e-mailek.
Szóval igen, ezek ilyen a film forgatásáról képek. Meg van itt az írónővel interjú. Plusz Becky Albertallinak a másik két könyvéből minta rész. Igen. Hát nagyon várom, hogy végre olvasassam ezt a könyvet. Igen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!